Köszöntöm Önöket! Szeretném bemutatni Önöknek az itt jelenlévő Pásztorné Csenki Dórát, a Demokratikus Koalíció polgármester jelöltjét Csongrádon, ebben a nagymúltú tiszaparti kisvárosban. Pásztorné Csenki Dóra még ahhoz a korosztályhoz tartozik, amelyik még fénykorában láthatta Csongrádot, így pedig ő lehet az utolsó polgármester, aki még képes visszafordítani Csongrád városát a teljes leépülés és összeomlás felé vezető útról. Pásztorné Csenki Dóra még azt a Csongrádot ismerte, ahol több mint 22 ezeren éltek, ahol még volt munka, volt tisztességes orvosi és szociális ellátás, de a munka mellett volt élet és pezsgés is. Csongrád olyan hely volt, ahol érdemes volt családot alapítani, évtizedekre előre tervezni. Ebből a Csongrádból azonban mára semmi nem maradt. Van azonban remény. Pásztorné Csenki Dóra, hiszen ő jól ismeri a problémákat Csongrádon, maga is tőzsgyökeres csongrádi, akinek családja több generáció óta a városban él. Tudja és ismeri, mire gondolnak, mire vágynak az itt élő fiatalok és idősek, dolgozók, vállalkozók és nyugdíjasok. Őket mindannyiukat fogja képviselni Pásztorné Csenki Dóra, a Demokratikus Koalíció polgármester jelöltje Csongrádon, aki vissza fogja állítani Csongrád régi fényét. Most pedig átadnám a szót Pásztorné Csenki Dórának. Üdvözlöm Önöket! Külön kiemelt szeretettel köszönteném a csongrádiakat és a bokrosiakat. Ahogy az előttem szóló Vadai Ágnes már említette, az én generációm még egy másik, virágzó Csongrádot ismert. De mit látunk ma? Az évtizedek alatt megfeleződött a csongrádi lakosok száma. Ez nem csoda, hiszen egyre több fiatal már a családalapítás előtt elhagyja Csongrádot, hogy Szegeden, Budapesten vagy éppen Nyugat-Európában kezdje meg életét. Sajnos már nincs, ami itt tartsa őket, hiszen akik maradtak, nagyon nehezen élnek. Nem csak az áremelésekkel, az orbáni inflációval, a rezsiemeléssel kell megküzdeniük, hanem a romló állami egészségüggyel, a leépülő szociális és idősügyi szolgáltatásokkal, a magára hagyott középületekkel és katasztrofális állapotú közutakkal. Nem könnyű Csongrádon a családosoknak, a nyugdíjasoknak, de nem könnyű a vállalkozóknak sem. Magam egy több évtizede működő családi vállalkozást vezetek, azonban rá kellett jönnöm, hogy ha valóban tenni akarok Csongrádért, ha tényleg vissza akarom állítani a város régi fényét, akkor a várost legjobban polgármesterként szolgálhatom. Ezért fogadtam el a Demokratikus Koalíció felkérését is, mert úgy érzem, Csongrádon megállt az idő. Lépni kell, mielőtt városunk teljesen a jelentéktelenségbe süllyed, és elhagyják a legjobb koponyái, a legtehetségesebb fiataljai, a legkitartóbb munkaadói. Csongrádot meg kell mentenünk. Ezért a hatalmi törtetés, a politikai önzés helyett a sikeres városvezetéshez elsősorban elhivatottság, kitartás és alázat szükséges. Én ebben hiszek, ilyen szellemben akarom vezetni Csongrádot is. Hiszem, hogy ebbe a csodálatos tiszaparti városba igenis vissza fognak térni azok is, akik egykor kényszerűségből hagyták el. Mert Csongrád és Bokros mindenkire számít, aki otthonaként tekint rá.